Igen, yeah, örülök, hogy eljött. Itt alá kéne írni a három nyomtatványt, utána még nagyon komoly dolog lenne. Beszélek a felettesemmel. I, I believe that my calling is to be the leader of the free world. Üdvözlök mindenki Decentralized Finance Hungary bejelentkezésén. Mindenkinek boldog augusztus 20-át. Köszönöm szépen, aki engem felköszöntött. Nagyon jól telt a szőnapom, ezért ezt kívántam szőnapomra. Ez... Ismét Bitcoin 50 ezer dollár fölött van. Húzva magával az egész piacot, láthatjuk, hogy nem sokára meg lesz ez a Golden Cross. Nagyon-nagyon szépen haladunk fölfelé. 50.000 dollár bitcoin másodjára elértük ezt a szintet, most már nem kell sok a 61.000-65.000 dolláros szinthez. Azt gondolom, hogy nagyon sok motorja húzza egyébként a kriptovilágnak a piacot jelenleg. Láthatjuk, ugye az NFT-k berobbantak, ugye mondtam az előző videóban pár érdekes NFT-t, illetve ugye a Cardano. Nagyon-nagyon érdekes decentralizált pénzügyi struktúrán építkeznek már évek óta. Ugye már 2017 óta várok erre. Folyamatosan csak tolagatják, ugye. Next month. Next month. Next month. Hogyha nem tudnád, mi az, hogy ez a decentralizált váltó okos szerződés, akkor mindenképpen nézzük a Decentralized Finance Hungary oktató videót, illetve az e-bookot, linket a videó alatt. És akkor ugorjunk is bele, hogy mi a helyzet jelenleg a Cryptocurrency Coin Market Cap-en, ugye a nomix láthatjuk, hogy emberek újra itt vannak, visszatértek. Ahogy eddig az egész nyáron sejtettük ugye ezt a szenáriót, hogy Vikov metódus szerint folyamatosan akkumulálnak, ugye felraktam a videót, hogy innen már szerintem nem megyünk lejjebb. Jelenleg nagyon jól tartja magát. Nem hiszem, hogy innentől nagyon-nagyon lelátogathatunk még, ugye most még a július. Itt beszéltem arról is, hogy nagyon sok decentizált pénzügyi to tokenben jelen nagyon jó akkumulálni, ilyen volt a kék, illetve egyéb más to tokenek. Ezeket az eddigi videóimban elmondtam, ha esetleg nem voltál itt, akkor mindenképpen örülnék, hogyha feliratkoznál és megnyomnád a kicsi csengetyűt a videók alatt, hogy mindenképpen értesülj a videókról. A Bitcoin Season Index szerint láthatjuk, hogy még mindig uh, inkább altcoin month van. Most már elkezdtünk felfelé irányuló mozgásba lendülni abba az irányba, hogy altcoin season legyen, tehát az altcoin season index szerint altcoin season van nem sokára. Tehát el tudjuk képzelni azt, ha az altcoin season valóban bejött, akkor itt olyan őrületes emelkedéseket fogunk látni az altcoinok, -ok, altcoinokat én itt van, amiket el sem tudunk képzelni. Tehát a mondtam, Cardano innentől kezdve biztos vagyok benne, hogy 5 dollárig föl fog pampolni. All time high, tehát a legmagasabb, mindenkori legmagasabb csúcsát elérte a Cardano. 2 dollár 80 cent. Tehát, hogyha beszélünk kicsit hogy ebben a videóban, hogy miről fogunk beszélni. Ugye szeretnék ebben a videóban kitérni mindenképpen arra, hogy uh, mi történik a Cardano ecosystemben, a Cardano DeFi milyen oldalra fog megközelíteni, hány jelenleg aktív projekt van, vagy olyan projekt, amire várunk, hogy mi lesz a stratégiám ezekkel. Beszéljünk picit arról, hogy uh, hogyan tudtok mindenképpen értesülni a legfrissebb információkról, még nem vagy esetleg tag a YouTube tagságommal mindenképpen fel tudsz iratkozni, akkor a felmész ide a YouTube saját csatornámra, és a csatlakozás gombra kattintva ki tudod választani magadnak azt, hogy tag szeretnél lenni. Ebben a videóban elmondom, hogy mire számítasz, hogyha csatlakozol. Nagyon örülnék, hogyha csatlakoznál, és akkor mindenképpen várlak titeket holnap egy live-val. A tagjaimnak mindenképpen mondom, hogy holnap egy live videóval várom őket 7 órakor este. Szóval nagyon várom ezt. Itt mindenképpen olyan kérdéseket fel tudok tenni, amiket szeretetek volna. Itt rengeteg NFT-ről beszélünk, NFT projektekről, amik kilövéssel előtt állnak, vagy korai beszállókról és hát nyilvánvalóan, hogy mi a stratégiám a következő időszakban a Cardano-t, illetve hát, ha megnézzük, akkor ugye beszéltünk az elmúlt időszakban a Sunday swap már ezerszer tologatják, húzzák, vonják, akkor beszélünk egy adott váltóról, ami már ami online van, ez az ADAX, és fogunk beszélni a végén, Cardax-ról is fogunk beszélni ezek közül a három váltok közül a kérdésem az felétek, írjátok meg a kommentben, hogy mit gondoltak, melyik lesz a nyerő váltó, melyik fogja megnyerni a decentralizált pénzváltók versenyét a Cardano ecosystemben. Ha megnézzük, ugye a Sunday Shop egy nagyon eltúlzó színben pompázó projekt, tehát láthatjuk eléggé ilyen a bögrémhez hasonló színekben pompázik, nagyon régóta várjuk, folyamatosan tologatják, Um, tulajdonképpen kicsit már sok embernek el is fogyott a türelme, elkezdték ugye botrányosan uh, kritizálni, hogy folyamatosan Cardano Sunday Swap, Alonso tesznet, Alonso White, um, I'm Alonso. Alejandro, Charles, Charles Phase 1, Charles Phase 2, Alejandro 54. Carlos Cruz Rodriguez, Martinez López. Ennek nekünk ugye a fejlesztője ennek a swapnak, legalábbis aki képviseli ezt az egészet, ugye megnézzük, akkor itt csináltak egy ilyen demót, nézzük is meg akkor ezt a videót. You need to pick a token that you wanted to swap it to. Right now there's only one token, but you could imagine wow. there would be a whole list of... Wow, tehát ugyanúgy működik, a PancakeSwap, ugye, meg a Uniswap, tehát ilyet már láttuk, ez most Cardano-n fog. El se hiszem, Tudod, tulajdonképpen el se hiszem. if there were other kind of pairs created. That's so cool. So 50. Oh. Sure. Max. To 146 dan coin yeah and then swap yeah go ahead and swap we go wow and what Wow, crazy. Abszolút crazy. Egy swapot csinált a Cardano DeFi Decentralized Exchange-én a Sunday Swap-on. El se hiszem. Remélhetőleg 2024-re ki is fog jönni ez a váltó. Viccet félretéve egyébként. Nagyon tetszik nekem ez az egész design. Úgy gondolom, egy kicsit ilyen játékosabb világba viszi el. Nem ez a zakó öltöny stílusú bankár. Decentralizált váltóról van szó, hanem egy lazánban de ezer nal rendelkező emberekről szóló világ ez a Cardano DEX ebben a Sunday Swap kivitelben. Tehát mindenképpen várom ennek a launchját. Ugye, ha megnézzük itt a tokenomics-ját a Sunday Swapnak, akkor azt gondolom, hogy őrületesen nagy a teamnek járó reward, 25% a public igazából az 55%, tehát az investoroknak majd 13%, future hiresnek 5%, advisorsnak 2%, és a publicnek 55%. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a tokenomics-nek a kibocsájtása hát eléggé érdekes, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy itt óvatosan kell majd részt vennünk. Az Initial Stake Offering, ugye IZO-t várjuk már hónapok óta, és ugye itt az, lesz, az lesz amit elmondtam már, hogy berakjuk ide a hogy ugye staken, és ezért majd Sunday tokeneket kapunk. Tehát tulajdonképpen ez egy ingyenes. Ha megnézzük az adax a másik komolyabb arculattal rendelkező váltóját, itt láthatjuk, hogy egy nagyon érdekesen kreált projekt, ennek viszont már kint van a tokenje, tehát ha meg akarjátok venni az ADEX coin-t, akkor aztán meg tudjátok tenni, linket lehagyom a videó alatt. Láthatjuk, hogy ennek őrületesen megugrott az ára, nyilvánvalóan kiindulva abból, mi történt a Binance coin és Cake relációban a tokenekkel, láthatjuk, hogy amint megjelentek az okos szerződések a Binance Smart Chain-en, az első olyan váltó, ugye a Pancake swap a token ára felhúzott az égbe úgy, hogy konkrétan 80x-et adott le. Azt gondolom, hogy a cardano meg fogja nagyon dobni ez. Anélkül, hogy nincsenek itt az okos szerződések, már, már 3 dolláron van a Cardano. Én mindig is azt mondtam, hogy 5 dollár bőven könnyedén lesz, tehát mindenképpen azt várom a cardano hogy 5 és 5 dollár fölé fog kerülni még idén, de azt gondolom, hogy aki itt van, kriptóban mindenképpen meg fogja magának köszönni hosszú távon. Akkor melyik az a másik olyan projekt, amiről beszéltünk, és érdekes lehet ugye a a harmadik legnagyobb decentralizált váltó a Cardano ekoszisztemben, az a Cardex. Itt láthatjuk, hogy hasonlóan, mint a Uniswap, középen lesz egyszerűen csak egy swap, ennek is lesz egy um, úgynevezett governance tokenje, tehát amit kiadnak, mint uh, native tokenje a váltónak. Láthatjuk, hogy itt is van egy úgynevezett roadmap, és várjuk azt, hogy live legyen, tehát Q3 2021, Az azt jelenti, hogy szeptember 30-ig várható ez az egész lounge. Meg fogják csinálni, fog -e ez olyan, mint amikor az ember helium miner rendel, sose lehet tudni, mikor fog megérkezni. Egyszer csak megérkezik. Beszélve a helium minerekről, mindig várakozok a saját helium mineremre. Nagyon érdekesen nő, még mindig, nagyon érdekesen tartja magát még mindig a jutalék azoknak, akik bányásznak kriptót, ugye a héliummal. Ha megnézzük a hélium token árát, 23 dollárba kerül a token, tehát mindenképpen megéri azoknak az embereknek, akik bányásznak, hogy tartsák ezt a coin. Ugye beszéltünk akkor még a Hexről nemrég. A hexeket tartom folyamatosan, én is stékelem, behelyezem a stékeket, hiszen a pulse chain meg fogjuk őket kapni. Ugye beszéltünk más NFT játékokról is, amiket várunk, Ugye szeptember 12-én lesz ezeknek a launch -ja. Aki a tagom, annak már felraktam a videókat arról, hogy mit gondolok ezekről. Aki viszont a tagságban részt azt minden nap próbálom informálni egy videóval vagy egy poszttal, hogy jelenleg mit látok, milyen új lehetőséget kapok ugye kapok nagyon jó információkat, és ezeket megpróbálom mindig megosztani veletek. Ez a tagjaimnak viszont minden nap megpróbálom egy-egy videóval vagy egy poszttal informálni, hogy jelenleg mi zajlik a kriptó világban, én mindent összegyűjtök nektek, és próbálom ide euh, transzparensen kiadni. Igazából erről ennyit, akkor nézzük is meg a kérdez felek részben a kérdéseket, hogy milyen kérdéseket tettek föl nekünk. Szia, Sandy, Szafna, mikor lehet a tokenjét megvásár, Köszi a választ. Köszönöm szépen a kérdésedet. A információm szerint a Sandy Swap tokennek a vásárlását majd szeptember 12-től lehet megcsinálni. A következő kérdés, hát a TikTok nem ment akkor hát inkább ott a Charles Token brutális sakat megy, és oda Reward is jár érte. Aki szeretne venni Charles token azt meg tudja venni, itt van az ADA. adacoinhu n egy, egy cikk róla. Ugye ezt tulajdonképpen a BSC-n lehet megvásárolni, mint Charles, tehát ha ide kírjuk, tehát ha ide beírjuk, hogy Charles, akkor láthatjuk, hogy ez a szerződési címre lehet megvásárolni, és tulajdonképpen el lehet kezdeni tartani ezeket a Charles tokeneket. Nyilvánvalóan ő a púlkoinon van fönt. Láthatjuk, hogy a púlkoinon van fönt a Charles, és ö, úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon szépen úszik, kúszik, mászik fölfelé, tehát egy nagyon érdekes kis chart ez egyébként, és ö, mindenképpen érdemes tartani, aki szeretné most ugye a jelenlegi Cardano hype alatt ez biztos nagyot fog még menni, szerintem linket lányom a videó alatt, tehát Charles Token, a Charles Hoskinson alatt ugye elnevezett Charles Hoskinson, ugye a cardano a az istene tulajdonképpen. A God! Hozzábból nincs több kérdés, úgy gondolom, hogy aki szeretne kérdezni, mindenképpen ajánlom azt, hogy legyen tag, illetve a Patreon el tud engem érni. Köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok a csatornán. Nagyon örülök mindenkinek, aki a kriptóban van és kitartott. Emellett a nagyon nehéz nyári időszak alatt, hiszen láthatjuk, hogy a kriptok nagyon csúnyán lezuhantak. Most újra itt vagyok, és ezért mondom mindenkinek, aki hosszú távon van bennem, meg magának köszönni. Higgyétek el nekem. Legyetek mindig képben, nézzétek a youtubereket folyamatosan próbáljátok informálódni, és mindig vannak lehetőségek kriptóban, tehát ezt ne felejtsétek el, hogy minden egyes héten, minden egyes nap vannak olyan lehetőségek, amiben, ha azt időben el kapni, bitcoin értékben fel tudsz emelkedni gyorsabban. Köszönöm nektek még egyszer a figyelmet, következő videón fogunk találkozni, addig is legyen szép napotok, és sziasztok!